jöjjön a mi segítségünk, Isten tiszteletünk és az egész életünk megáldása, megszentelése a mindenható Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, ünnepzáró Isten tiszteletünkön hallgassuk meg együtt azokat az igéket, amelyeket olvasok, és az ő szent lelkét segítségül hívva magyarázni kívánok a református Biblia olvasó vezérfonal mai újszövetségi részéből, a János írása szerinti Szent Evangélium első fejezetének 19. versétől a 34. versig. A felolvasott igét és a hozzáfűzött bizonyságtételt a gyülekezet leülve, nyitott szívvel hallgassam. János evangéliuma első fejezetéből, a 19. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek őhozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt mondta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, mármint Keresztelő János. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezgették őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek. Te közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja, szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfiú, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tette erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Ámen. Melletted él, de nem tudod, hogy ki az, aki melletted él. Mert nem ismered őt igazán. Ismered az arcvonásait, ismered a gesztusát, ismered a hangját, még a jellem vonásait is ismered. Tudod, hogy mennyire őszinte, hogy mennyire kitartó, hogy milyen türelmes, hogy hogyan viselkedik a különböző helyzetekben. De mégsem ismered őt igazán. Ki lehet ő? A társad? Vagy a szülőd, vagy a gyermeked, valamelyik családtagod, talán a barátod. Ki lehet az, aki melletted él, de mégsem ismered őt
igazán. És ki lehetett az, aki pedig melletted élt, de nem ismerted őt igazán. Akiről halála után még többet tudtál meg, mint életében. Ki volt ő? Ugyan ki lehetett az, akiről halálában még többet tudtál meg, mint amennyit életében megtudtál róla? Hogy az izgalmat tovább ne fokozzam, nem földi halandóra gondolok. Bár vele kapcsolatban is nagyon tanulságosak lehetnek az előfeltett kérdések. De én Jézus Krisztusra gondoltam. És most az ünnepzáró istentiszteleten gondolkodjunk együtt róla. Akiről sokat tudtunk éltében. Elénk adja hatalmas bőkezűséggel a 4 evangélium. És akiről még többet tudhattunk meg halálakor. Most, hogy születése ünnepére egy egész évig rázárjuk majd a templomajtót, gondolkodjunk még egy kicsit közösen arról, hogy kicsoda nekünk személyesen Jézus Krisztus. Keresztelő János nagy segítőnk lesz ebben, mert aki önmagát Jézus Krisztus barátjának nevezi, akivel nagyon egy hullámhosszon voltak, még ő is azt mondja önmagáról a felolvasott igében, kétszer is mondja, hogy én nem ismertem őt. Ott élt a közelében, és azt mondja, hogy én nem ismertem őt. Pedig hát mindannyiunknál jobban ismerte. A kortársainál is sokkal jobban ismerte, mindenkinél előbb ismerte. Sőt, tovább is fokozhatjuk, hogy magzati korától ismerte Jézust. Mert amikor az áldott állapotban lévő Mária a szíve alatt a kis Jézussal látogatást tett Erzsébetnél, olyan szépen leírja a Biblia, akkor az Erzsébet születendő gyermeke, a kis Jánoska megmozdult az anyja méhében, mikor megérezte Jézus közelségét. Két várandós édesanya találkozott, és az egyik magzat repeső örömmel fogadta a másikat. Leírja a Biblia. Mégis, mindezek ellenére azt mondja keresztelő János az Isten fiáról, szinte feledve ezt a születés előtti találkozást, hogy én nem ismertem őt. Azt is mondja Jézusról, hogy ő előbb volt, mint én. Ő Isten, én csak egy ember vagyok, nem ismerhetem őt. Aztán Jézus eljön, beáll a sorba. Azt mondja a Biblia, hogy amikor keresztelő János hirdeti a megtérés kerességét, és bűnbánatra hív, kígyózó sorokban jönnek az emberek megmerítkezni, alámerülni a Jordán vizében, hogy megtisztuljanak, Jézus beáll a sorba. És a próféta keresztelő János még mindig azt mondja róla, hogy nem ismeri. És amikor Jézusra néz, aki mindjárt odaér elé, akkor azt mondja, hogy hát nekem kellene általad megkeresztelkednem. Hát még arra se vagyok méltó, hogy a sarut szíját megoldozzam. Keresztelő János alázattal vallja meg, hogy nem ismeri Jézust, de szavai mögül mindig kihallatszik a megismerési vágy. Aztán, amikor valóban sor kerül a megváltó megkeresztelésére, ugye 30 esztendős ekkor, ő maga alámerül a Jordán vizében, és amikor felemelkedik, akkor keresztelő János látja az Isten lelkét, mint egy galambhoz hasonló módon és formában leszállni Jézusra, és abban a pillanatban keresztelő János
lát és hisz. És bizonyságot tesz arról, hogy Jézus az Isten fia. Aztán később tudjuk róla keresztelőről, hogy a hitéért börtönbe kerül, és ez a pusztai próféta nehezen tudja kezelni ezt a váratlan és érthetetlen helyzetet, és ezt az üzenetet küldi tanítványaival Jézusnak, hogy mondd, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Jézus pedig visszaüzen neki a börtön falai közé, hogy boldog, aki nem kételkedik, aki nem botránkozik meg bennem. Nem sokkal ezután Jánosnak a börtönben fejét veszik, kivégzik. Nem tudjuk, hogy milyen lelki állapotban hagyta itt ezt a földi világot. Nem tudjuk, hogy az erőszakos halált hogy viselte el. Hogy vajon volt-e a szívében az utolsó szívdobbanáskor elég bizalom Jézus Krisztusban, hogy ne féljen azoktól, akik csak a testet tudják elpusztítani. Egyszer azt mondta róla Jézus, hogy asszonytól születettek között nem született nagyobb keresztelő Jánosnál, de a mennyek országában a legkisebb és nagyobb nála. Szinte beleborzong az ember, hogy még ő is, az útkészítő is, az előhírnök is, keresztelő János hit dolgában küzdött és gyengélkedett. Hát akkor ilyen nehéz dolog lenne hinni, hitre jutni. És abban megerősödni, és elnyerni az örök életet. Ha ez még neki is nagyon nehéz volt, ha még ő is azt mondta, hogy nem ismertem őt, úgy, ahogy szerettem volna, úgy, ahogy ismerhettem volna. Mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, kedves testvéreim, hogy mi sokkal előnyösebb helyzetben vagyunk, mint keresztelő János. Még akkor is, ha ő a kortársa lehetett, mi pedig csak késői ismerői Jézusnak. Keresztelő János ugyanis nem ismerhette Jézust a halálában, ugyanis előbb halt meg, mint Jézus. Nem lehetett a Golgota tanúja. Nem hallhatta Jézus imáját a kereszten, pedig nem akármilyen imádság volt. Amikor a megfeszített áldozat gyilkosaiért könyörgött, Atyám, bocsáss meg, nékik nem tudják, hogy mit cselekszenek. És a legvégső imája mi volt, hogy Atyám, a kezedbe teszem le az én lelkemet. Ott álltak a keresztnél a katonák, azok a kemény emberek, a marcon a zsoldosok, és még egy ilyen kemény embernek is ez a nem hétköznapi halál és ez a nem hétköznapi ima úgy át tudta járni a szívét annak a századosnak, hogy azt mondta, ez az ember, aki meghalt, valóban az Isten fia volt. Mi ezzel kapcsolatban lépés előnyben vagyunk, mert a Szentlélek Úristen, ha kérjük, de csak ha kérjük, akkor oda visz minket a Golgotához, oda tud vinni a Krisztus keresztjéhez. És a Szentírás igéinek olvasása által átélhetjük, mintha Jézus közöttünk feszítetett volna meg. Talán még a feszíts megre is megnyílna szánk, ha a tömeg hatása alá kerülnénk. Nem ismertük eléggé Jézust éltében. Pedig, ahogy mondtam, hatalmas bőkezűséggel tárja elénk a négy evangélium. De még többet tudhatunk meg róla halálakor. Aztán, ha jól meggondoljuk, akkor valóban nagyon nagy lépés előnyben vagyunk keresztelő Jánossal szemben, mert mi nem csak, hogy a halálában szemlélhettük
a megváltót, hanem a feltámadásában is. Az Isten igéje olyan nyíltsággal szól a húsvéti csodáról, és ezt a drága Szentlélek Úristen olyan elevenné tudja tenni annak, aki szeretné, mintha a húsvéti nyitott sír a mi kertünk végében volna, ilyen közel. Ezek után már alig, ha mondhatjuk valamennyien, illetve bármelyikünk is, hogy mi nem ismerjük őt, Jézust. Mert ha mégsem ismerjük, akkor ennek csak az lehet az oka, hogy az életünk során elhatároltuk magunkat a Szentlélektől. Keresztelő János annyira nyilvánvalóan mondja, én jövök és én vízzel keresztelek, de én utánam jön az, aki majd Szentlélekkel fog titeket megkeresztelni. Nekünk hadd legyen a legfontosabb kérdésünk ünnepzáró Isten tiszteletünkön, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus. És ezt egyes szám első személybe tegye fel mindenki önmagában. Vajon csak a vízkerességig jutottunk el? Ahogy Izrael fiai annak idején, az eljövendő isteni harag elől menekülve, félelmükben alámerültek a Jordán folyóban, úgy mi is, vagy a szüleink is, velünk kapcsolatban eleget tettek az egyházi hagyományoknak, és megkereszteltek minket. Aztán amelyik családban mélyebben élt az egyház iránti hűség, és a hagyomány tisztelet, annak a családnak a tagjaként konfirmációi fogadalmat is tettünk. Még a házasságunk megáldását is kértük. Ezek mind nagyon fontos dolgok. De a mai igének a mérlegén mindezek csak a vízkerességgel egyenértékűek. Az embertől csak ennyi telik. Igen, nagyon szép dolog, dicséretes dolog, hogy ami tőlünk telik, azt megtesszük. Nagyon dicséretes dolog, hogy megtették eleink is. A mostaninál nehezebb időkben, amikor nem volt szabad, amikor titokban kellett, vagy a lelkészi hivatalban, vagy egy másik településen megkeresztelkedni, konfirmálni. De nagy dolog, hogy megtették, mégis megtették. Talán ennek is gyümölcse, hogy többen itt vagyunk és itt ülünk. De hadd mondjam így, hogy az egyház, mint egy intézmény, egy közösség, csak vízzel tud keresztelni. A képessége csak ennyi. Meghív és beavat egy földi közösségbe, ahogy ezzel a drága kisgyermekkel történt. Aztán az életünk során az egyház elkísér minket. Annak nagyobb eseményeinél jelen van, ha kérjük, de ennél többet az egyház nem tehet értünk. A legtöbbet, most furcsán fog ez hangozni, de a legtöbbet mit tehetünk magunkért, amikor Jézus Krisztus megismerésének a szándékát eldöntjük a szívünkben. Amikor Jézus megismerésének a szándékát eldöntöm a szívemben. Ahogy ezért a gyermekért is, a legtöbbet akkor tehetik szülei, keresztszülei, családtagjai, akárhány évesen.
hogy a Jézus megismerésének a szándékát eldöntjük a szívünkben, és ehhez a Szentlélek segítségét kérjük. Erről beszélt keresztelő János, amikor azt mondta, hogy én csak vízzel tudok keresztelni emberek. Ez is fontos, de tőlem többet ne várjatok, én utánam jön, itt áll mögöttem, aki majd Szentlélekkel keresztel meg. Igen, testvéreim, az egyház csak ismeretet tud közölni. Az egyház a közelünkbe hozza az ismeret legfőbb forrását, amelyik a Biblia. De csak a Szentlélek az, aki az ember életébe erőt és örömöt tud hozni. És nem fizikai erőre gondolok. Azt lehet szerezni fizikai munka végzésekor, vagy egy testépítő klubban, helyiségben, rendszeres sportolással lelki erőt szerezni. Lelki erőt. Csak a Szentlélek által lehetséges. És örömöt is lehet szerezni nagyon sokféleképpen ebben a világban. Még olyan gyógyszerek is vannak már, amelyek segítenek felszabadultan érezni magunkat. Hatásuk ideig, óráig való, és nem is beszélve arról, hogy milyen káros hatással vannak az ember idegrendszerére. És vannak múlandó örömök, földi örömök, de olyan igazi örömöt, derült. Az élet derüljét, hogy jó a közeledben lenni, csak a Szentlélek Isten tud adni. Csak a Szentlélek az, aki megismerteti velünk Jézust. Mondom még egyszer, csak a Szentlélek az, aki megismerteti velünk Jézus Krisztust. Amikor azt mondta keresztelő János, hogy itt volt, velem volt, de nem ismertem őt, akkor lehet, hogy épp csak ennyi hiányzott. Ennek a marcona embernek, aki teveszőruhát viselt, és bőrövet a derekán, és erdei mézet evett sáskával. Csak ennyi kellett volna, hogy odaadom magamat egészen. Lehet, hogy meg tudta tenni. Lehet, és az a reménységünk, hogy úgy lépett át a halálkapun. Csak a Szentlélek az, akinek az indítására ki tudom mondani tiszta szívből, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm, az enyém. Nélküle legfeljebb csak egy jól fésült konfirmandus válaszát ismételjük el, amikor itt az úrasztalánál vizsga során, konfirmáció ünnepen elmondja, hogy mert az egyik kérdésre ez a válasz, hogy kicsoda neked Jézus Krisztus, meg lehet tanulni és el lehet mondani, de ez nem lesz a tied. Ez nem a te mondatod. Ez nem a te hitvallásod. Csak a Szentlélek által tudom így kimondani, hogy Jézus az én megváltóm, hogy tényleg az. Csak a Szentlélek az, aki leveszi a szemünkről a homályos és felszínes látásnak a fátylát. Mert így látunk. A legkomolyabb, a legkomfortosabb szemüveggel is csak úgy látunk, hogy csak a fizikai valóságot látjuk, az sem mindig jól. Mit mondott Jézus a jelenések könyvében, hogy végy tőlem szemgyógyító kenőcsöt, hogy megkend a szemed és lásd, a lélekre mondta, a Szentlélekről mondta. A Szentlélek segít meglátni igazi önmagunkat. Csak a Szentlélek az, aki, mikor megláttuk elveszett állapotunkat, akkor elvisz bennünket Jézus jelenlétébe. Elvisz bennünket Jézus közelébe, és felébreszti bennünk a vágyat megismerni kereszt halálos szerelmünket. Mert ő az. Minden emberi. A Szentlélek ébreszt bennünk vágyat megismerni, hogy ki az, aki ennyire szeretett. Aki nem csak, hogy a vonat elé ugrott értünk, hanem odaállt a kereszten az Isten ítélete alá, és azt mondta, hogy itt vagyok, én rám sújtson le.
aztán pedig mentő kötelet nyújt nekünk a múlandóság jegyeseinek. Csak a Szentlélek veszi el az érzéketlenségünket, és teszi hallhatóvá az isteni hívást, hogy tényleg ő hív, az ige által engem szólít most. Szeretett testvérek, az ünnepnek lassan vége van, de én úgy hiszem, hogy Jézus nem akar elengedni téged. És azért nem akar téged elengedni, mert Ádám árvája vagy. Mert az első emberpár céltévesztése folytán megörökölted az árvaságot. Mert lehet, hogy népes család vesz körül, de legbelül ott a nagy űr, a Jézus formájú űr. Én tudom, hogy ott van az űr. És azt is tudom, hogy csak Jézus Krisztus töltheti be, mert nincs más név. Így mondja a Szentírás, hogy nem adatott egyedül egy a Krisztus neve. Csak őt adta az Isten, hogy a lelked ürességét betöltse, az életednek igazi értelmet adjon. Amikor néhány perc múlva majd rázárjuk a templomajtót a születésnaposra, akkor kell, hogy tudjátok, csak arra zárjuk rá az ajtót, amire eddig az életünk útján emberileg eljutottunk. Azt itt hagyjuk. De egy másik ajtó legyen mindig nyitva bennünk. És kérjük, hogy a drága Szentlélek áradjon ki ránk. Áradjon ki a szeretteinkre, akik nekünk fontosak egy kicsit is. Kérjük az Istent, árasz ki rá a te szent lelkedet, és én rám is, hogy megismerjük Jézust. Mert igazán megismerni őt csak a lélek által lehetséges. Szeretett testvérek, ezzel zárom ige hirdetésemet. Tudnotok kell, hogy amikor tanulmányozzuk a Bibliánkat, ha van otthon, biztos van. Jó elővenni, jó lenne elővenni. Amikor tanulmányozzuk a Bibliánkat, hogy keressük benne az Isten akaratát, már pedig keresni jó. Mert annyi minden történik a világban körülötted, amire kaphatnál választ. Amire nem ad igazi választ, ha fellépsz az internetre, és megnézed, hogy mit mondanak a világ történéseiről a filozófusok, a társadalomtudósok, a közgazdászok, bárkik. Valódi választ az Isten igéje ad. Rá fogsz jönni, hogy Jézus megmondta előre, hogy az emberiség történelmének vége felé ez és ez fog megtörténni. És föleszmélsz, hogy igen, itt van az igazi híradás. Ha keressük a Bibliában Isten akaratát, amikor nem mindennapi rutinnal, hanem vágyakozó szívvel imádkozunk, nem csak úgy ledaráljuk, elmondok egy miatyánkot, hanem vágyakozó szívvel, amikor irgalmasságot gyakorlunk, személyválogatás nélkül. Mindezen dolgok közben jó, ha tudjuk, hogy hatalmasra tárjuk a szívünket a Szent Lélek előtt. Azelőtt a Szent Lélek előtt, akit a Biblia szélhez hasonlít, de nem szélvihar. Ilyet senki ne várjon. Lágy fuvallat, lágy szellő, olyan, mint egy madár, az élet madara. Hogy tudsz benne csodálkozni, ha a kertedbe repül egy különleges madár? Ha az ablakodból látszik, hogyan fogyaszt el az eleséget, amit máshol most nehezebben találna? A Szentlélek is egy madár, az élet madara. És ha te leteszed a hamis önigazságot, ha megszelidülsz, és ha alázattal odaállsz az Úr elé, akkor oda fogsz állni a válladra, a lélek madara.
akkor elvisz téged Jézus Krisztusnak a jelenlétébe, ahol a szíved békességre lel. És akkor az erőd visszatér. És örömöd lesz a mindennapokban. Ahogy egy régi egyházi atya, úgy hívták, Athanáziusz fogalmazta meg az első századokban, hogy Jézus Krisztus, a feltámadt Jézus az életet vég nélküli ünneppé teszi. Szívemből kívánom, így legyen, hogy legyen az életed noha nehéz, noha rögös, vég nélküli ünnep, mert velem van Jézus, az én megváltóm, aki az életen végigvezet, aki majd utoljára még a korom felett is megáll, és aki bevisz az ő örök országába. Ebben a reménységben élheted a földi életed minden pillanatát. Keresd Jézust, az ő közelségét. Ámen. Jöjjetek és válaszoljunk az ige szavára imádságban. Tele van a szívünk örömmel, amikor rád gondolunk, drága megváltónk Jézus Krisztus, aki értünk a földre jöttél, aki öröktől fogva létezel, aki az atyával világot teremtettél, és az idők teljességében, a legnagyobb sötétségben megjelentél, hogy világ világossága legyél. Noha a világ nem fogadott be, mert jobban szerette a sötétséget. 2000 év múltán, ha körülnézünk a világban látó szemekkel, akkor azt kell, hogy lássuk, a világ jobban szereti a sötétséget, talán mi magunk is, hogy a dolgaink nehogy nyilvánvalókká legyenek, nehogy kiderüljön rólunk, hogy mély aggodalmak gyötörnek, hogy kétségek között élünk, hogy tele van a lelkünk fájdalommal, hogy megfásult az életünk, elfáradtunk, szereken élünk. Szeretnénk a szeretetedből élni, drága Jézus. Minden nap abból meríteni, a Szentlélekkel betöltekezni. Ébressz a szívünkben vágyat, téged keresni, Jézus. És hadd legyen ez igazi boldogságunk forrása, hogyha rád találunk. Mert te ránk találtál, te közel jöttél ezen az ünnepen is. Köszönjük, hogy nem engedsz el. Szeretnénk mi is megtartani a veled való közösséget. Szeretnénk fogni a kezedet, megváltó Jézus, minden nap, hogy szabad eszünkbe jusson. Ha elcsüggedünk, akkor halljuk, hogy ne félj, mert megváltottalak. Áld meg egy gyülekezetet, áld meg szeretteinket, közel és távolban. Te áld meg az útrakelőket és az úton levőket. Gyógyítsd a betegeket, békéltesd meg a békétleneket. Atyánk, Krisztusért kérünk, aki itt tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet figyelmébe ajánlom az adakozást, az ige szavaival nagyobb boldogság adni, mint venni. Végül fogadjuk az áldást Isten igéjéből. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok. Imában, könyörgésben mindig hálával tárjátok kéréseiteket az Úr elé, és az ő békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi a szívünket, gondolatainkat fiában, Krisztusban. Amen.